Gurul turul, ez a szobor átvészelte az augusztus 20-ai felvonulást, a Szent Korona másolatáról viszont letört a kereszt az út végére. Az igazi koronára sok szenny rárakódott az évszázadok során, legalábbis ezt állítja Gyárfás Ágnes magyarság kutató, aki egy tanulmányában korábban azt írta, gondolati úton is meg lehet tisztítani a korona auráját. A Miskolci Bölcsész Egyesület vezetőjét szakmai munkájáért a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntette ki Kásler Miklósan a nemzeti ünnepen, írta meg a Telex. Gyárfás Ágnes egy tanulmányban arról is írt, őseink a kristályok erejének segítségével kommunikáltak, és lófej formájú hatalmas kristálytömbökbe táplálták be a kultúrkincseinket. Arról is beszélt, hogyan kerültek a magyarok a földre. Az ember, akit ő az égben teremtett, megjelent a földön és leutazott a földre, ezen a gigélen, ezen a zsélen, ezen a zselén a nők csónakszerű, kál kicsi bárkákon jöttek, a férfiak pedig sárkánybárkákon. bárkákon. szerint a csillagközi átjáró, amelyen át őseink ideérkeztek valójában egy székelykapu volt. A székelykapu ennek a mása tehát az ég kapuján ereszkedtek le. A Miskolci Bölcsész Egyesület honlapjáról kiderül pszichológiát, magyar lélekgyógyászatot és szakrális építészetet is lehet ott tanulni. Igaz, 2008-ban 150 ezer forintra büntették őket, mert jogosulatlanul állítottak ki diplomákat és adományoztak díszdoktori címeket. Egy másik kitüntetettel Juhász Györgyel fotózkodott a Fidesz alelnöke. Juhász György a Csepeli rendelő nyugalmazott igazgatója. Őt korábban azért tiltotta el szakmájától fél évre a Magyar Orvosi Kamara, mert egy nem bizonyított hatású gyógyszert reklámozott. Az orvos azzal védekezett, hogy nem állt üzleti kapcsolatban a céggel. Önök napjainknak a példaképei, az én lehetőségem az, hogy a magyar kormány nevében megköszönjem önöknek életük munkáját. Ezt mondta a díjátadásakor a miniszter. A tárcam a kérdésünkre azt közölte, a kitüntetés adományozása előtt a szükséges részletességgel be kell mutatni a jelölt személy életútját, valamint az állami kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket. Ez mind Juhász György András, mind gyárfás Ágnes felterjesztésénél megtörtént, és őket érdemesnek ítélték meg.